Március 20-án a Mária Besnyői járőrszolgálat után a blahai városrészben is megalakult a közbiztonsági egység. A Damjanich iskolában Pece Dániel alpolgármester tájékoztatóját követően Ádám Gábor főhadnagy elmondta, hogy sokan nem hallottak például a rendőr ügyeletes tiszti rendszer megszüntetéséről, így egy-egy esetnél értékes időt veszíthetnek, ha a gödöllői ügyeletes tisztet vagy a körzeti megbízottat keresik. Az új rendszer szerint ilyet nem fognak találni sehol az országban, ez mindenhol megszűnt. Ezek a tevékenységirányító központok hivatottak egyedül arra, hogy eldöntsék egy-egy bejelentés vagy megtörtént esemény alapján, hogy mi legyen a további eljárás. Illetve ők döntenek, hogy milyen erőket is kit irányítanak a helyszínekre. A közbiztonsági fórumon bemutatkozott a hivatalos gödöllői Ózon Pajzs Polgárőr Egyesület, mely a rendőrséggel és az önkormányzattal együtt járőrszolgálatot szervez minden körzetben, így a blahai városrészben is, ahol a fórumon résztvevőket leginkább a forgalomszervezés és a kerékpárnyomvonal kiépítése érdekelte. A jövő hétfőn a Hajós iskolában, csütörtökön pedig a Petőfi iskolában tartanak fórumot este 6 órától.